Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket! Augusztus 13-a kedd van, ezek a Győr Plusz Televízió legfrissebb hírei. Január 1-től már nem a munkáltató, hanem a szülők döntenek a gyermekek után járó pótszabadságról. Kiállítás készült a Győri Értéktár büszkeségeiből, a színes tárlatot mostantól a Győri Állatkert fogadta be. Elkezdődött a bringás kaland, útnak indultak Párizsba a paralimpiára kerékpározó győri látássérültek. Januártól változott a gyerekek után járó pótszabadság, idéntől már nem a munkáltató, hanem a munkavállaló, vagyis a szülők dönthetnek arról, hogy mikor veszik igénybe a gyermekeik után járó szabadságot. Erről a Fidesz-KDNP győri frakció vezetője beszélt híradónknak. Dr. Fekete Dávid kiemelte, logikus döntés volt, hogy a szülőkre bízzák, mikor veszik ki pótszabadságukat, és töltik szabadidejüket gyermekükkel. A frakció vezető szerint ez már a sokadik családbarát intézkedés az elmúlt években a Fidesz kormány részéről. Táborozó gyerekek a győri gyermektáborban Győrújbaráton. Amíg zajlik a tábor, nincs is gond azzal, mikor vegye ki szabadságát a szülő, a nyár nagy részében viszont meg kell oldani a fiatalok felügyeletét. Korábban a munkáltató mondta meg, mikor veheti ki a gyerekek után járó pótszabadságot a szülő, ez azonban január 1-ével változott. Erről a Fidesz-KDNP győri frakcióvezetője beszélt híradónknak. Egy tavalyi törvénymódosításnak köszönhetően azt gondolom, hogy idén könnyebb volt a szabadságok szervezése, illetve egyeztetése a családokon belül, hiszen a törvénymódosításnak köszönhetően most már azokról a szabadnapokról, amelyek a gyermekek után járnak, nem a munkáltató dönt, hanem a munkavállaló döntheti el, hogy mikor szeretné ezeket kivenni. Praktikusan tehát, akinek egy gyermeke van, ő két napról, két gyermek esetében négy szabadnapról, három vagy több gyermek esetében pedig hét szabadnapról dönthetnek szabadon a munkavállalók. Ez egy nagy előrelépés, hiszen ugye eddig a törvénymódosítás előtt erre nem volt lehetőség, csak a szülői szabadság esetében, illetve hét munkanap szabadnap esetében volt erre lehetőség. Én azt gondolom, hogy ez egy újabb, nagyon fontos családbarát döntése, intézkedése a Magyar Országgyűlésnek, a magyar kormánynak, amely kiemelt céljának tekinti, hogy a családok minél jobb helyzetben legyenek Magyarországon. És hát valóban azt gondolom, hogy ha belegondolunk abba, hogy a nyári szabadságok egyeztetése sokszor milyen nehézséget okozott az elmúlt időszakban, ez most valóban egy kicsit könnyebbé vált, egy kis könnyebbséget hozott a magyar családok életébe. Dr. Fekete Dávid hangsúlyozta, a Fidesz kormány és a fideszes többségű országgyűlés már a sokadik családbarát intézkedésről döntött az elmúlt években. A politikus szerint kiemelten fontos a gyermekes familiák támogatása. Én azt gondolom, hogy a győri családok is nagyon sokan tudnak profitálni azokból a családbarát intézkedésekből, amelyeket a kormány az elmúlt egy-másfél évtizedben bevezetett. Gondolhatunk itt a családi adókedvezményre, aminek egyébként jövőre a növelése is, jelentős növelése is várható, de gondolhatunk a családi otthonteremtési kedvezményre, illetve rengeteg olyan kedvezményre, lehetőségre, amely a nagycsaládosok, a családosok számára áll nyitva. A parlament döntése értelmében január 1-ével lépett hatályba az a rendelkezés, miszerint maguk a szülők dönthetnek a gyermekek után járó pótszabadságukról. A változás több mint 1,5 millió embert érint Magyarországon. A Győri Értéktár számos helyi büszkeséget tartalmaz, amik méltó szimbólumai a városnak. Ezekből a kuriózumokból kiállítás készült, amit Győr több pontján bárki megtekinthet. A tárlatot ezúttal a Xanthusz János állatkert fogadta be, ahol már Turinform iroda is működik. Szeles Szabolcs, a Győri Értéktár bizottság elnöke, és dr. Andréka György, az állatkert igazgatója sajtótájékoztatón számoltak be a közös projektről, melynek eredményeként a Jedlik nevét jegyző szódásszifonról, a győri vaskakasról és legendájáról, valamint az Audi Eto KC-ról készült molinókat is meg lehet nézni. A győri vaskakas és legendája, vagy épp Győr a sportvárosa. Csak néhány szelet abból, mik is tartoznak egészen pontosan a Győri Értéktárba. A neves szimbólumokból egy vándorkiállítást is összeállítottak, amit jelenleg a Xanthusz János állatkert fogadott be. Erről egy sajtótájékoztatón számoltak be kedden. Én azt hiszem, hogy egy jó állatkert, egy modern állatkert, a kutatás, a természetvédelem, a szórakozás, a kultúra, és talán az idegenforgalom egyik fellegvára. Ez egy ilyen komplex, szabadidős, turisztikai hivatás, és ennek próbálunk csupán eleget tenni. Az állatkertben egy kicsit hobó művészurat idézve a Mesél az erdő című költeményéből,
Az állatkert is olyan, mint egy ilyen mesélő erdő. Hogyha hozzánk bejön a látogató, mi megfogjuk a kezét, kézen fogva sétálunk vele, és elmeséljük a saját történetünket. Én azt hiszem, hogy az értéktár egy picit hasonló ehhez. Az értéktár is megmutatja azokat a régi győri, nem is feltétlenül mondákat, meséket, de azokat a szájhagyomán útján terjedő történeteket, amiket egy átlag turista, amivel egy átlag turista nem akadhat össze a belvárosi sétája során. De mivel mi győriek, ezeken a meséken nőttünk fel, ezért azonnal és jókedvel állunk elébe, és próbálunk segíteni abban, hogy ezt a történetet megismertessük másokkal is. A győrkeresztek kiemelt jelentőségű történelmi kordokumentumok, melyek 1598 óta állnak főként Ausztria és Magyarország területén, és hirdetik annak emlékét, hogy abban az időben Győr volt a keresztény Európa védőbástyája. Ebben a kis filmben is kiemeltek néhányat a legnagyobb győri védjegyek közül, azt pedig, hogy mik tartozzanak a győri értéktár kincsei közé, szakmai bizottság dönti el. Ajánlani azonban bátran lehet bárkinek. Bár Győr az értékek és a kincsek kimérhetetlen tára, de azért meg kell húzni a határt, hogy mi az, ami valóban érték. A másik oldal pedig a hogyan is nagyon fontos volt, milyen stílusban, milyen brenddel jelenjünk meg, milyen legyen az arculatunk, a kinézetünk, hol jelenjünk meg, milyen logóval, milyen szlogennel. Én azt gondolom, hogy egy nagyon szép stílus sikerült kialakítani, ami könnyen azonosítható mindenki számára, egyértelművé teszi a győri értékterről beszélgetünk, és látványos is. És ezzel a stílusunkkal, kinézetünkkel, brandünkkel, logónkkal és szlogenünkkel próbálunk úgymond házalni, ha szabad ilyen csúnya szót használni, intézményről intézményre járunk, és egy vándorkiállításra megmutatni az értékeinket, egyrészt megmutatni, másrészt azért pedig, hogy biztassuk a győrieket, hogy bemutassák ezeket, és hogy egyébként műjabb előterjesztéseket készítsenek. És azért vagyok nagyon büszke, hogy most immár az átkedben már nem csak egy ilyen tárlatként vagyunk itt, hanem egy állandó tablók kerültek ki, mert az átkert is fordulatosnak tekinti a győri értékeket. Az átkert egyébként meg, bár még nincs benne az értéktárban, de az egyik legnagyobb értékünk. Az állatkertben tehát a bejárattal szemben látható mostantól a tárlat, a nemrégiben nyitott Turinform iroda mellett, ahol a győri látnivalókról és programokról is bővebb tájékoztatást kaphatnak az ide látogatók. A Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum nyílt pályázatot hirdet a Győrben, a győri, a téti és a pannonhalmi járásban élő, vagy innen elszármazott képző és iparművészeknek. A Győr vármegyei őszi tárlatra az alkotók 2023-ban vagy 2024-ben készült alkotást adhatnak be kiállításkész állapotban. A pályamunkákat háromfős független zsűri értékeli majd. A kiválasztott műveket kiállítják és bemutatják a nagy közönségnek. Nagy érdeklődésre tartott számot a legutóbbi Győr vármegyei őszi tárlat megnyitója. A Magyar Ispitában 31 művész 44 alkotását állították ki. Ebben az évben is folytatódik a hagyomány, és ismét nyílt pályázatot hirdet a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum, a győri, téti és pannonhalmi járásban élő, vagy innen elszármazott képző és iparművészeknek. A tárlat célja, hogy a friss művek bemutatásával keresztmetszetet nyújtson a régió művészeti élet, mondta el híradónak Székely Zoltán, a Rómer Múzeum igazgatója. A vármegyei őszi tárlat legfontosabb célja az, hogy egyfajta keresztmetszetét nyújtsa annak a művészi munkának, amely a vármegyében, térségünkben, a régióban zajlik. Ez a munka nem csak a hivatásos művészekre vonatkozik, hanem azokra a műkedvelő alkotókra is, akik úgy érzik, hogy szeretnék magukat megmérettetni ebben a kiállításban. Igazából ez a legfontosabb üzenete, és egyfajta, ha úgy tetszik, seregszemle, amelyen az adott év termését áttekinthetjük. A Győr vármegyei őszi tárlatra az alkotók 2023-ban vagy 2024-ben készült alkotást adhatnak be kiállításkész állapotban. A pályamunkákat háromfős független zsűri értékeli majd. A kiválasztott műveket kiállítják és bemutatják a nagy közönségnek, a legjobbakat pedig díjazzák is. A program sajátossága, hogy arra bárki jelentkezhet, akár hivatásos művész, akár amatőr. Beadhatók festmények, szobrok, iparművészeti alkotások. A felhívásban, amely a múzeum honlapján elérhető, ott a pontos méretek is megadásra kerültek. A legfontosabb kritérium, hogy a 2023-as, 24-es esztendőben kellett, hogy készüljenek a beadandó művek.
Székely Zoltán szerint egyre több az érdeklődő az őszi tárlat iránt, mind az alkotók, mind a műkedvelők részéről. Fiatalok, idősek, amatőr és befutott művészek egyaránt adnak be pályaműveket. Az igazgató kiemelte, ez is a szerepe ennek a programnak, ami már hosszú múltra tekint vissza. A Győr vármegyei őszi tárlat valóban immáron hosszú múltra tekinthet vissza, hisz valójában még az átkos időkben indult ez a programsorozat, akkoriban felszabadulási tárlatnak hívták, és a rendszerváltás után először tavaszi, majd őszi tárlat lett belőle, és néhány évvel ezelőtt újítottuk fel ismét, akkor, amikor már a városi múzeumok vették át ezeknek a tárlatoknak a megrendezését. Vármegyei tárlat, ez alatt az egykori győri vármegyét kell érteni, azaz a mai győri téti és pannonhalmi járást, illetve hát magának Győr városának az alkotóit. A pályamunkákon fel kell tüntetni a mű címét, méreteit, technikáját, valamint az alkotó nevét, postacímét, telefonszámát és e-mail címét. Az alkotásokat 2024. szeptember 26-án, 27-én a Ne felejts közben található Magyar Ispitában kell leadni. Ezeken a napokon 10 és 15 óra között. A pályázat részletei a romer.hu oldalon megtalálhatók. Elkezdődött a nagy bringás kaland, útnak indultak Párizsba a győri látássérültek és segítőik. A Tandemszem Egyesület tagjai korábban a londoni paralimpiára is eltekertek, most pedig a párizsi világjátékokat látogatják meg biciklivel. 1700 kilométer vár a 6 fős társaságra, amely napi szinten több mint 100 kilométert fog majd kerékpározni. A sok támogatónak és segítőnek köszönhetően nem csak az útvonal, de a költségvetés is nagyjából összeállt az útra, melynek célja felhívni a figyelmet a parasportolók teljesítményére. Kedden kora reggel nagy volt a nyüzsgés a Mobilis környékén, látássérült kerékpárosok, családjaik és segítőik gyülekeztek, ha nem is nagy izgalommal, de mindenképpen elszántan. Újabb nagy kalandra vállalkoztak a Tandem Szem tagjai, akik London után most egészen Párizsig tekernek. Az a tervünk, nyilván az, hogy teljesítsük ezt a távot, úgyhogy azt gondolom, hogy azért ez rá minden esélyünk megvan, hogy ezt sikerüljön, teljesüljön. Amit mi ezzel szeretnénk, az nyilván az, hogyha ez egyszer már sikerült 12-ben, Londonban, akkor ez most sikerüljön most is. Annyival idősebbek lettünk, amennyi idő azóta eltelt, és nyilván ezt hozza magával azt, hogy ez egy újabb kihívás. Aztán szeretnénk fölhívni a figyelmet a parasportolók teljesítményére, és nyilván nem utolsó sorban arra, hogy bármikor érdemes sportolni, érdemes újra tervezni, független attól, hogy valakinek van-e valami fogyatékossága vagy kora, ez egyáltalán nem számít. Lényeg az, hogy legyen akarás. Mintegy 1700 kilométer vár a látássérült sportolókra, vagyis napi szinten több mint 100 kilométert bringáznak majd, keresztül szinte egész Európán. Sokat készültek a megmérettetésre, és biztosak benne, hogy rendben, illetve időben oda is fognak érni a paralimpiára. Ilyen 120 kilométerek, 130-140, hát 100 alatt nem nagyon lesz napunk. Egy napot terveztünk, pihenőnapot ezt Strasbourgban. Szeretnénk ott eltölteni, megnézni az Európa Parlamentet, aztán utána megint egy hosszabb szakasz fog következni, és hát a végén 26-ára szeretnénk tervek szerint beérni estére Párizsba, és ott eltöltünk néhány napot. A nem mindennapi túra célja felhívni a figyelmet a parasportolók teljesítményére. Ez egy abszolút nagy összefogás volt, amiért mi nem tudunk elég hálásak lenni, de azzal fogjuk ezt valószínűleg tudni meghálálni, hogy végig kitartóan, amit mi beletehetünk ebbe, azt beletesszük. Valóban nagyon sokan összefogtak. Itt azért tényleg kiemelném az első győri Lions klubot, és ahogy mondtad, említetted az előbb a Tömböl Tamást, akinek és az összes hozzá kapcsolódó szervezetet, egyesületet. A látássérülteket sokan segítették és segítik útközben is. Minden esük Rónaszéki Katalin, aki nagy örömmel támogatja már nem először a csapatot. Leginkább én leszek igazából a szájuk, mert hogy palinkéből senki nem beszél idegen nyelveket. Így kerültem annak 12 évvel ezelőtt is a csapatba, hogy én beszéltem angolul, németül, remélem még mindig.
és igazából mindenféle kommunikációt én fogok végezni, írottat, szóbelit, média megkereséseket, amihez az idegen nyelv kell. Kapcsolatot fogok tartani azokkal, akik fogadnak minket, a Lions Club szervezetekkel sorban minden városban, a testvérvárosi kapcsolatokat, kézben tartó kontaktokkal, a polgármesterekkel, de ezentúl én leszek az ilyen mindennapos dolgok intéző, mint a boltba menés és ebédkészítés. Ilyesmik lesznek a feladataim. A kedden indul bringások a tervek szerint csak Strasbourgban tartanak egy rövid pihenőt, egyébként folyamatosan tekernek. Aztán bepillantanak kicsit a paralimpia eseményeibe, majd hazafelé már kis busszal utaznak vissza Győrbe. Augusztus 13-án, kedden 20 óra 25 perckor újabb epizóddal érkezik a Kifutón túl. Nyár végére még perzselőbb témákkal készültünk. Afrikáig repítjük a nézőket, ahol egy tanzániai nemzeti park kútfúrási programjába kaphatunk betekintést. Visszaérkezve Győrbe, az állatkert legújabb lakóját, a kis albinó kengurut is megismerhetik. Ezt követően ismét betekintést nyújtunk a zootáborba, ahol mindennapi állatok nem mindennapi bemutatóján, valamint egy környezetvédelmi műsoron is részt vehettek a gyerekek. Érdemes lesz tehát ezúttal is velünk tartani. Afrikai kalandok a Xanthusz János állatkerttel ismét Tanzániában járt a csapat, hiszen legújabb közös projektjüket nem csak szakmailag, de anyagilag is támogatja az állatkert. Többek között erről is szó lesz a kedden este 20 óra 25 perckor kezdődő Kifutón túl legújabb részében. Komázi a helyi törzs nyelvén azt jelenti, hogy nincs víz. Egy 3500 négyzetkilométeres terület, egy félsivatagos terület, ahol a Tanzániában élő 5 nagyvad, minden egyes faja megtalálható. Találhatunk itt orszarvúkat, elefántokat, kafferbivajokat, párducokat és oroszlánokat egyaránt. A területen közel 3000 elefánt él. Mivel egy félsivatagos területről van szó, ezért száraz évszakban az itt élő állatoknak nincsen állandó víznyerési lehetősége, tehát elhagyják a nemzeti parkot, és a környező falvak víznyerő területeiről próbálnak meginni. Ez egy állandó konfliktus forrás jelent a falvakban élő emberek és a vadállomány között. Ezen próbálunk most meg segíteni egy új kút fúrásával. Közel 2 éves előkészítés eredményeképpen a napokban elkezdődött a munka. Egy 150 méter mély kutat fúrunk az alapítvány támogatásával, ami egy állandó víznyerési lehetőséget biztosít majd az itt élő állatoknak. Mamája szütyőt isztogatja a legifjabb albinó csöpséget. Még sok időt töltenek egymáshoz közel, de már egyedül is ügyesen ugrál, lakomázik a fehér bundájú erszényes. Néhány hete született, az első erszényből való kikukucskálásainál pedig mi is jelen voltunk. A kolléganő már meg is tudja simogatni, tehát ők, akik rendszeresen bejárnak hozzájuk, ők meg tudják simogatni őt is. Más, igen, látszik azért rajta, nem úgy fél az embertől, mivel szütyő sem ugrik el az érintés előtt, tehát már az erszényben is tapasztalja, hogy ebben nincsen semmi rossz. Különleges állatok egy különleges bemutatón, az Állatságok állatbemutató csapata, idén is a Xanthusz János állatkert, azon belül is a zootábor vendége volt. Ezúttal azonban új, különleges, de annál népszerűbb négylábúak és szárnyasok szerepeltek a produkcióban. Nagyon sok táborba megyünk, rengeteg rendezvényre megyünk, és nyilván az emberek várnak egy kis újítást, hogy nem mindig ugyanazokat az állatokat vigyük a bemutatókra. Ezért gondoltam erre, hogy egy ilyen farm rókával beújítunk, ugyanis őt próbálták ugye háziasítani. Nyilván soha nem lesz olyan, mint egy kutya, de nem fél az embertől, mint például az európai vörös róka, és tök jól lehet vele dolgozni, és az emberek ugye aranyosnak találják, érdekesnek találják, úgy gondolom, hogy egy érdekes állat. Illetve van a macskánk Gemma, ő az elején szerepelt, csak aztán hát más állatok kiváltották, kicsit pihent, és most őt újra bevontak a bemutatóba. Egy nagyon jó fejfajta macska, ez a bengáli, nagyon szereti a gyerekeket, könnyű vele dolgozni, illetve hát a kecskét is szerepelt már régebben, kicsit más állat, most újra szerepel, Cindy-t NASA ajándékba kapta az egyik ismerősünk, és így került a gondozásunkba, és a bemutató szereplője lett ő is, ahol ugye a gyerekeket be tudjuk vonni interaktívan, átugorja a kezüket, stb. Úgyhogy őt is nagyon szeretik a gyerekek. Arra, hogy mit mondtak a gyerekek a táborról, és milyen különleges vendég, és pontosan milyen témában érkezett hozzájuk, fény derült tehát a Kifutón túl utolsó nyári adásában.
Kedves nézőink, ezek voltak a nap legfontosabb hírei. Friss információkkal legközelebb, szerda este 7 órakor várjuk Önöket itt a Győr Pluszon.